Míg az emberekre a koronavírus, úgy a szárnyasokra a madárinfluenza jelent veszélyt ezekben a hónapokban. Magyarországot januárban érte el a madárinfluenza, egyelőre még csak Komárom, Esztergom és Bács-Kiskun megyékben. A megye legnagyobb baromfi húst előállító vállalata, a kisvárdai Master Good csoport tulajdonosa azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy náluk az állatbetegségek elkerülése érdekében a legmodernebb technológiát alkalmazzák. A világon nálunk van az első úgynevezett legmodernebb baromfi istálló típus, a zászlós hajó, vagy flagship van. Istálló típus, ez azért kapta ezt a megtisztelő rangot, mert az egymás mellett sorakozó baromfi nevelő épületeket egy zárt higiéniai folyosó köti össze. Tehát az a munkatársunk, aki reggel 7-kor munkába áll, és az előbb említett módon átöltözik, megfürdik új munkaruhába, elindul a baromfi állományok ellenőrzésére, az nem lép ki a szabad levegőre, tehát egy zárt olyan rendszert működtetünk, ami, ha lehet ilyet mondani, 99,9%-ra csökkenti a idegen anyag, többek között a idegen vírus, a madárinfluenza vírus behurcolásának az esélyét. Nem mindenhol van lehetőség ilyen technológia alkalmazására, de így is szigorú szabályokat léptetett életbe a NÉBIH. Az országos járványt ezért egyelőre sikerült elkerülni. A NÉBIH munkatársai minden eszközbe vetnek, ami a rendelkezésükre áll. Egy ilyen átfogó ellenőrzés jól szervezett, összehangolt tevékenység, de a nem megfelelő időben hozott intézkedések milliárdos gazdasági károkat okozhatnak. Nagyon nehéz szemszerűsíteni, de azt gondolom, hogy itt nem is a költség az érdekes, hanem a haszon. Amennyiben sikerül megakadályozni a madárinfluenza terjedését egy állományok között, akkor több milliárd forintnyi kártól lehet megszabadulni, azaz több milliárd forintnyi hasznot hoz egy-egy ilyen ellenőrzés. Nyilván ezeket az ellenőrzéseket egyébként a kormányhivatalok, illetve a NÉBIH szakértői amúgy is elvégzik, lehet, hogy kisebb számban, kevésbé fókuszáltan. Most azt tettük meg, hogy az ellenőrzési kapacitásainkat főleg erre a területre, erre a kérdésre irányítottuk át, hogy felhívjuk a figyelmét az állattartóknak, hogy nagyon komoly következményei vannak, hogyha nem tartják be a szabályokat, nem a hatósági fenyegetettség miatt, hanem a gazdasági károk miatt. A 2020-as madárinfluenza járvány közvetlen károsszege 20 milliárd forint körül alakult, de a közvetett károkat ma sem tudják pontosan. A szakértők szerint megközelíti a közvetlenül a gazdák kártalanítására fordított összeget. Szabolcs megye szerencsére nem tartozik a fokozottan járványveszélynek kitett desztinációk közé.